Öt éve foglalt el helyét igazgatóként a Vosinski Móróvodában németni Szűcs Melitta. Kinevezése lejárt, de van arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák, ha a képviselői és a nevelői testület is támogatja. Mi magunk meg teljes mértében meg vagyunk igazgatóasszony munkájával elégedve, úgyhogy mi ezt a nevelőtestületre bíztuk, és nem meglepő módon egyébként, teljes egyhangúság volt, és, és támogatták a pedagógusok a, a jelenlegi igazgatót. Én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalon vezeti ezt az óvodai intézmény egységet, ami 5 óvodából és 16 óvodai csoportból áll. Jó az, hogyha a hogyha fenntartó meg van elégedve az igazgatóval, de azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ott dolgozók szakmai szempontból is jó vezetőnek tartsák, és ez, és ez így is van. A jelenlegi folyamatosan változó környezetbe fel tudja venni a fonalat. Én azt remélem, hogy, hogy mivel öt év alatt azért már nagyon sok mindenen átesett ez az intézményegység, és nagyon sok szülővel, gyerekkel volt kapcsolata az intézményvezető asszonynak, hogy ez a jövőben sem lesz probléma, úgyhogy minden marad a régiben, és a jelenlegi igazgató lesz öt évig még az intézmény vezetője. A város finanszírozza a Mözsi bejáró diákok buszbérletét, és ez a tervük a jövőre nézve is. Akkor, amikor a úgy döntött a tankerület, hogy a Mözsi alsó tagozatot megszünteti, tehát gyakorlatilag a Mözsi iskolát bezárja, akkor mi biztosítottuk azt a lehetőséget, hogy a busszal bejáró diákoknak a bérletet fizetjük. Én azt remélem, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, de egy évre minden esetre meghosszabbítottuk ezt a szerződést. Tehát azok a gyerekek, akik busszal tudnak bejönni, akár az Ötvös utcai, akár a, a Szétsényi telephelyre, vagy, vagy a, a központi iskolába, a Bartó Béla utcába, mindenkinek meg fogjuk téríteni a jövőben is a buszbérletet. Én nagyon bízom abban, hogy hogy, hogy a gyerekek jól érzik magukat ezekben az iskolákban, és nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz semmi probléma ezzel kapcsolatban. Következő alkalommal a megbeszélésekre és a döntésekre szeptemberben lesz lehetőség. Ekkor ül össze újra a testület.